Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Freeman Guerrilla Warfare-nek a következő szériája, ugyanis hölgyeim és uraim, rengeteg dolog történt ebbe a játékba, elég régen találkozhattatok vele, viszont úgy gondoltam, hogy célszerű lesz elővenni a játékot azért is, mert a játék készítői nem ennek, hanem a Mount & Blade 2 készítői közé tették, hogy mikor játszhatunk a játékkal, és mondták, hogy 2020 márciusától Early Access-be lesz a játék, hogyha kell valami Mount & Blade pótló. És arra gondoltam, hogy megnézhetjük az egyre szebben alakuló, javuló játékot. Amikor megkaptuk, rengeteg problémával találkoztunk, mint ahogy nagyon sok Early Access-be, Soviet Republic-kal is találkozhatunk, de nagyon szépen dolgoznak rajta, nagyon szépen csiszolják, nagyon szépen töltik ki újabb tartalommal, és arra gondoltam, hogy egy kicsit ilyen lövöldözős irányba elmegyünk, ugyanis a taktikai játék ugyanúgy benne van, a taktikai játékokat azokat szeretem, amikor elég erős a stratégia, illetve a lövöldözős játékokba a mesterlövész fegyverek a zsánereim. Úgyhogy agyagalomlövészet következik, hölgyeim és uraim, Sniper Elite, amennyiben elérjük, amennyiben nem vernek rommá. Úgyhogy egy új kampányt fogunk indítani, realisztik vagy normál, normálba természetesen. És ami nagyon-nagyon fantasztikus, ugyanúgy, mint ahogy a Mount & Blade-be is találkozhattunk vele, nem tudom, hogy ismeritek-e, de választhatunk különböző opciók közül. Mindig feltesz a játék egy kérdést. Mit csináltunk, mik voltunk, honnan jöttünk, miért vagyunk itt, hova akarunk eljutni, meg stb. Ilyen dolgokat. Úgyhogy Csernivbe fogunk kalauzkodni, Csernivbe foglak titeket elkalauzolni, srácok, lányok, ahol hát nincs valami nyugodt helyzet, és ezt a krízist, mint ahogy minden lövöldözős játékban fegyverrel oldjuk meg, nem pedig diplomáciával, és ezt szeretném itt is megtenni. Na de, hölgyeim és uraim, akkor, under what circumstance brought you to her war-torn Bandit Rider Islands of Charis. Na, azt mondja, itt van rengeteg opció, akár lehetünk orvosok, akár lehetünk ilyen kereskedők, akár tolvajok, meg ilyesmik. Én arra gondoltam, hogy mi katonák leszünk, és a marksmanship képességünket fogjuk feltolni a lehető legmagasabb szintre, csak azért, hogy a fegyvereket meg tudjuk szerezni. Úgyhogy én ezt fogom választani. I'm an army officer. For my actions, I was honorably discharged. A few loyal men deserted to join me in my undertaking. Úgyhogy néhány dezertőrrel fogjuk kezdeni a játékot, szám szerint úgy tudom, hogy hárommal. Before being thrust into the wars of Cherniv, what other experience and skill did you have? Hogy milyen képességekkel gazdagodtunk? Azt mondja, hogy itt tanárok voltunk, sportolók, nem, professional thief, igen, itt van a profi tolvaj. America, nem, key member, nem. I have great interest firearms, so I... Így van. A lőfegyverekkel foglalkoztunk előtte is. Do you have any hobbies that many provides useful for your survival in Cherniv? I was part of a local shooting club. Tehát egy ilyen lövészklubnak voltunk a tagjai. A többit, hogyha akarjátok, elolvashatjátok, hogy mit jelent, megállítjátok az időt, tik! És elolvashatjátok, de ez az, ami most a legfontosabb. Amennyiben érdekel titeket a játék, illetve megtalálom én is benne azt a szórakozást, ami természetesen kell a munka mellé, akkor lehet, hogy majd valami más irányvonalat is meg fogunk közelíteni, és akár valami közelharci fegyver, idézőjelben közelharci fegyverrel, valami submachine gunnal, vagy akár shotgunokkal is végigverhetjük ezt az egész játékot. Úgyhogy mi lövészklubnak a tagjai leszünk. We go about war in many ways, but what factors do you personally feel is a priority for victory? With careful tactics we can... Nem ezt fogjuk választani, hanem we need perfect teamwork, and leadership for prepare, chosen, and to apply our military ezt fogjuk választani, a minimális veszteségnek a híve vagyok, méghozzá azért is, srácok, lányok, hogy ne így ömlesszük be a térképbe a katonákat, teljesen mindegy, hogy milyen minőségű katonákat, hanem próbáljunk meg taktikusan mozogni, próbáljuk meg egymást fedezni, próbáljuk meg a lövészeket hátra, a magasabb védelemmel rendelkezőket pedig előrébb terelni. Aki látta az előző szériámat, az tudja, hogy nagyjából ezt a vonalat próbálom képviselni, legalábbis azt, hogy védjetek meg, én meg leszedem őket, inkább ez az, amit én szeretnék, hogy ezt fogom választani. Along you spotted the group of hostile on top of the mountain ahead. They haven't noticed you. What will you do? Na,
Hogyha ellenségeket látok, akkor én azt mondom, hogy felveszem a távolságot, és make my way to suitable vantage point and snipe them for afar. Hogyha sniper elitet játszunk, srácok, lányok, akkor a snipe szó, hogyha szerepel egy mondatban, arra rákattintunk. Teljesen mindegy. The sound of battle approaches, and we'll soon reach the gates of your village. What will do you in do in preparation? Na, mit csinálunk, hogy elér minket a háború? Hát, ez elég jó kérdés. Quick sell everything! Minden gyorsan eladok, aztán elhúzok a francba. Kaját és gyógyszert fogok felszedni. Ugye ez az orvosoknak egy nagyon-nagyon jó taktikája. Csak én nem értem amúgy, hogyha valaki orvos, ki kell próbálni. Orvos lesz, akkor így kötszereken kívül mi a francot visz magával? Be tudom kötözni a másikat és havert is? Lehet, hogy az is benne van. Gyorsan ellopok mindent a faluból, igen, az az lesz az egyik looter küldetés. Ivanat az már... Igen, nem hagyjuk el az otthonunkat, és a többiek sem fogják így tenni, úgyhogy annyit gyakorlunk, hogy fel tudjunk készülni a védelemre. Szerintem ezt fogjuk választani, és így is van, meg is kaptuk a karakterünket, akinek a neve az Fury lesz. Teljesen mindegy, mi. Igen, itt már van borosta. Van mindegyiknél borosta? Mindegyiknél van borosta, ez elég. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de retkes az arca. Úgyhogy ezt a borostát meg is hagyjuk, valami jó arcot választunk neki. Jó, maradjon a standard. Az arcának a textúra, az első, ó, itt is volt borosta. Itt. Ah, nem, ez inkább ilyen retkes, inkább ilyen koszos. Át lehet, hogy ez lesz az arcunk. De megnézzük még a többit, ott is van erősebb. Jó, van itt, srácok, lányok. Ez jó lesz, gyenge szemöldökkel. Milyen legyen a szemünk színe? Fú, ez nagyon-nagyon realisztikus. Maradjon ez. A hajunk pedig, majdhogy nem mindegy, mert úgyis sisak lesz rajtunk. De valami bozontos. Ilyen High School Musical-es nem nagyon akarok, inkább... Hát legyen ez a hátra nyalt. Legyen ez. Nem tudja megforgatni a karakterünket, viszont választható a női karakter is, ami nagyon-nagyon jó. Milyen legyen a hajunknak a színe? Fekete! Így van. Oké, Fury! The time is yours. Oké, megérkeztünk Chernivbe. Úgyhogy lássuk, hogy miből is állunk. Így van, három emberünk van. A partinál itt vannak ezek a srácok. Federal Infantry. Ezek nagyon erős srácok. 9-es a marksmanship, és tudnak szinteket lépni ezek a katonák, ami nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Minél több szintet lépnek, annál erősebb tagjai lesznek a csapatunknak, csak óvatosan kell velük bánni, az a lényeg, hogy ne őket küldjük be a darálóba, őket egy ilyen elit alakulattal akarom kiképezni, akik hát úgy középtájon fognak mozogni, de szeretünk kitapasztalni majd a többi katonát is. Illetve fel tudjuk őket szerelni jobb felszereléssel is, elméletileg, így van, fel tudjuk, fel bizony. Igen, ezt választjuk, oké. Majd idővel mindent szépen ki fogunk pakolni. M16-osuk van, ami szerintem egészen jó lesz. Na, inventory. Itt is vagyunk. 12 000 pénzünk van. Zsolti. Lehet, hogy Zsoltinak fogom hívni. Illetve a mi frakciónknak van 20 000 Zsolti a szintén. Mi van még? 20-as reputation, morál, kajánk rengeteg van. Itt a kenyérben két konzervre. Van néhány tárunk. Viszont ami a legfontosabb, ez a bal oldali. Gyakorlatilag 2 pontot tudunk elkölteni, és lehet, hogy nem fogjuk elkapkodni itt az intelligenciára. Mind az erőlétünk, mind az ügyességünk és az intelligenciát nagyon-nagyon alacsony, ami nem jó. Az intelligenciával tudjuk növelni például a lootingot, a gyógyítást, a katonák kevesebb eséllyel halnak meg, inkább csak kiájulnak, ezért nagyon-nagyon fontos, korábban is már fontosnak tartottam. Diplomácia, kereskedelmet is tudjuk űzni, srácok, lányok, viszont mielőtt még nagyon-nagyon belemerülünk, egy pillanatra a térképre fogunk tekinteni. Hatalmas térképünk van, rengeteg bandit camp van, amiket fel tudunk számolni. Küldetések is vannak, amiket teljesíthetünk, hogyha nem akarunk harcolni, akkor kereskedelemmel is foglalkozhatunk, de természetesen úgy, hogy a kereskedelmünk nincs úgy konkrétan magasabb szintre emelve, inkább olyan időpocsékolásnak érzem. Úgyhogy első cselekedetemként el fogunk jönni ebbe a településbe, és Y-nal tudjuk gyorsítani a mozgást, és ami nagyon-nagyon jó, az, hogy ilyen járművek jelentek meg, ezt nem emlékszem, hogy volt-e már korábban, de ezek ilyen csapatszállító járművek, amik nagyon-nagyon jól néznek ki.
Gondolom, hogyha veszünk mi is járművet, akkor mi is fogunk így közlekedni. Úgyhogy beugrunk szépen ide. A bár van, a barak és a marketplace. Ez a három, ami elérhető. Úgyhogy bárba benézzünk és megnézzük a küldetéseket, hogy mi az, ami elérhető. Important files. We need to this about the courier deliver two important files to Litvin. These files are very important. Kapunk érte 2470 zsoltit és 1235-öt, valamint 3 Red Bandit shirtöt. Destroy Bandit Camps. 48 óránk van. Elszállítsuk a dolgot, 30 óránk van. És meg is keressük Litvint, hogy hol van. Aberbe vagyunk most. És Litvin pedig... Van valami keresőnk? Van World Map. Igen, itt van a 3. Mercenary Camp. Azaz több frakció van, srácok, lányok, és a frakciók közül választhatunk, hogy ki mellé állunk, kinek csinálunk küldetéseket, és ők segítenek minket, segíthetnek minket, de majd személyes tapasztalatként szeretném majd ezt megélni. Városok, City Management, igen, én nem látok túlságosan sokat. World Map, Resource Deposit, nyersanyag lelőhelyek vannak, ami nagyon jók, Bandit Camps, wow! Azt hittem, hogy ki is fogja hozni. Trading resource. Ja, a kérdőjelek ott nem igazán látjuk. Oké, akkor manuálisan Litvinbe, ugye? Ott van Lit... Az igen! Wow! Lehet, hogy csinálunk egy gyors küldetést innen, bár nem tudom, hogy meg tudjuk-e csinálni most ezzel a sebességgel. Important files. Accept. Oké. Akkor megyünk. Van egy küldetésünk, amit teljesítenünk kell, és útközben megnézzük, hogy kikkel találkozunk. Igen, itt tudunk beszélni a kocsmárossal, nem mozog az animáció, csak egy ilyen fej van, és fontos információkat közölhet. Gondolom ez akkor kell, amikor valakit keresünk. Feltételezem, hogy van ilyen kereső küldetés is. Tell me about other cities, az most nekünk nem kell. És meg tudunk szállni, hogy felgyógyuljunk. Farewell. Oké. Okay. Visszább, marketplace, és lássuk a fegyvereknél, mi az, amit... SVD! Ugyanis próbáltam egyébként úgy, akartam mondani, hogy a játék az, amikor ilyen légypiszkokra lövöldözünk. De nem, viszont nem tudjuk megvenni, mert 22 000-be kerül, de valamilyen fegyverre szükségünk van. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy rifle-t fogok beszerezni, kiváltképpen azért, mert egészen magas a rifle kezelő képességem, és a probléma az, hogy nagyon drágák lettek a dolgok. Tehát itt van ez a 4x zoom, ez 56 000-be kerül. Ez brutális. Ez nagyon-nagyon sok. Úgyhogy megveszünk 6300-ért ezt az eszközünket, és ez 762-es lőszer kell. 762-esből beszerzünk 762-es. 1-2, ugye ez kell hozzá. Igen. 3, és mennyi a magazin? 10-es. 4... 5, 6, 7, 8, ennyi elég lesz, illetve a 25 mm-es 762-eseket pedig eladjuk, és deal, maradt 5000 pénzünk, maradt 5000 zsoltink, úgyhogy lehet, hogy valami páncél, valami fejre való kellene nekünk, talán ez a billi nem lenne rossz, 30 armor, és 30 pont kell az armorhoz, így van, most már ponthoz kötött az armor, 2000, 2200, lehet, hogy veszünk kettő ilyet, mert szeretnénk így túlélni ezt az egész történést. Deal, oké, 860 pontunk maradt, és megnézzük itt a partinál, hogy mennyi a fenntartás jönnek. Reward troops, pay salary. Útközben majd megpróbálunk leütni néhány dolgot, de most elindulunk. Hol van híd? Hol tudunk átmenni? Sehol. Oké, abba az irányba elindulunk, srácok, lányok, és hogyha találkozunk valami looterrel, akkor mindenféleképpen megpróbálunk megütközni. Szerencsére lehet gyorsítani a játékot, és mi is a patrol, az nem probléma nekünk. Fekete zászlót kell követnünk. Megvan! Megvan a fekete zászló. Öt százalék esélyünk van. Te tudod egyáltalán, hogy ki vagyok? Oké, ebbe beleszaladtunk elég rendesen. Nem sikerült. Oké, felkészülünk. Jó, a srácok, lányok. Inventoryban van a cuccunk. És egyben egy csatával kezdjük. Csak hogy érezzük a törődést.
és stratégiai pontot kellene, magaslatot akarok elfoglalni, úgyhogy ide próbálom a csapatomat elterelni, és ti srácok, menjetek fel ide, és én is követni foglak titeket. Oké, okay. Szépen felvesszük itt, amit kell. Igen. Jobb gomba. Ezt is. Ezt nem tudjuk, mert nem osztottam el, de el tudom. 20-as, ugye? 30-as. Oké, okay, van még pontunk. Jó, jók vagyunk, azt felvesszük, és ezt is felvesszük, és ezt is. Oké. Okay. Lássuk, hogy valami ellenséges aktivitása van-e. Nincs, szerencsére. Utána futok a katonáimnak. Nézem, hogy fogok célozni. Igen, amíg nem szerem össze a pénzt, addig ilyen légpiszok lövölde lesz ez a játék, ami nem annyira kellemes. De megpróbálok közvetíteni. Ellenséges mozgást nem látunk. Letérdelek, hogy tudjam irányítani a srácokat. Miután felértünk ide, itt kellene a pozíciót elfoglalnunk, és onnan kellene kicsit... Oké, okay. Megvannak. Valahol már lőnek. Igen, az embereimre lőnek. Nagyon-nagyon sokan vannak, indokolatlanul szerintem. Oké, okay, a domb mögött van. Domb mögött vannak. Ó, nagyon szép, 2-10 szedtek. Arról közelítenek. És megpróbálok én is pozícióba... Egy jobb pozíciót felvenni. Ide. És felállunk, hogy lássunk a bokorból. Ott van. Látom az elsőt. Gyönyörű lövés. Na, egy kiváló stratégiát próbálok most alkalmazni, ugyanis ez a domb nagyon jó védelmet biztosít. Lehet, hogy nem tudom rácsorogni. Hogy jön? Találat. Gyönyörű. Dupla sebzést kapott. Kritikus találat. Ez is talált. Oké, okay, lefekszenek az emberek, és így sokkal nehezebb célba venni őket. Tudom, hogy sok minden nem látszik, de megpróbáljuk ezt most így kivitelezni. Hogy én itt vagyok. Megint találat. Megint találat. Jó lenne, hogy elpusztulnátok, srácok. Ó, oh, szép! Ez itt elfeküdt. Jó, meg vagyunk mind a hárman, és már csak 9-en vannak, egy ember van ott. És jobbra. Jobbra vannak. Ott van. Találat. Az is. Szerintem el sem látnak eddig egyébként. Bár lőnek. Ó, ez is talált. Oké, csak óvatosan. Ketten vannak ott. Itt már nincs ellenfél. Nagyon-nagyon messze vannak. Oh! Jobb oldalt látszik, amikor valakit leszedünk. És túlságosan mély stratégiájuk nincs. Még egyet leszedtünk. Most nem is kell nagyon kihajolnunk. Oké, okay, mennyi van még? 210 töltényünk van. 210? Ez rengeteg. Elkezdenek jobbra szaladni, olyan, hogy be akarnának minket keríteni. Hatan vannak. Ott van egy. Igen. Ezt kapjuk a fókusz mindenféleképpen. És itt a domor akarnak feljönni szerintem. Oké, okay, felrohanunk. Srácokhoz. Elfoglaljuk a magaslati pontot, és lehet, hogy elindítom őket a... Ojjajjajjajjaj! Csá! Ennyi volt! Ennyi volt a srác. Oké, okay, itt elméletileg nincs veszély, és szerintem ebbe az irányba kellene elindulnunk. Tartjuk a pozíciót. Oké, okay, ellenfélnek nem látom nyomát sem. És onnan fognak jönni szerintem. 20 másodperc múlva látni fogjuk az ellenfél pozícióját. A oh, másik nagyon jó dolog, srácok, lányok, át lehet menni a bokron. Át lehet menni a bokron.
oké, lőnek, de ott van. Ó, gyönyörű! Nagyon jó. Meg lesz ez. Meg lesz ez. Srácok! Ebbe az irányba. Nem tudom eldönteni, hogy aki ott van, az halott, vagy nem. Lehet, hogy ilyen meglepetés fog jönni minket a... ...dob után. Gyerünk! Ott van. A bokortól nem láttam a srácot. Lootert. Ó, gyönyörű. Nagyon szép. Egyetlen egy ember maradt. Egyetlen egy ember. Meg fogunk találni, barátom. Remélem, meg fogunk találni. Közelharcol ez a fegyver. Nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb. Meg... Cső! Fury 5-öt ölt meg, és 10-et öltem meg az embereim. Eszméletlen királyok azok a srácok. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szeretne egy kis támogatást. Kaptunk egy kis apróságot. Ezeket majd eladjuk. Oké. Okay. Nagyszerű. Sebesült el, nem gaz... Igen, itt a Luther Camp. Szuper. Oké. Okay. Jó, ezt így figyelmen kívül hagytam, de... Nem szeretnék ugyanebbe a hibába belesni, úgyhogy megpróbálom őket kikerülni. A lehető leggyorsabban. Ó, megfagytak a srácok. Mi 15 embert legyőzött? 3? Hát mi ez? Hát mi ez? Oké. Okay. És megkeressük... Litvint, ugye? Litvinbe kell, de very important. Fájsz 28 órán maradt. És Litvinbe visszük el. Oké. Okay. Jobban odafigyelünk. Ezek terroristák, ami nem annyira jó, úgyhogy gyorsan kikerüljük őket is. Te banditák vannak, terroristák vannak, ott is a terrorista. Csak terroristákkal még nem nagyon akarok összealkaszkodni. Sivatagi bandita. Marching speed. Gyorsak vagyunk még, igaz, hogy nincsen járművünk, de nem hiszem, hogy utol fognak minket érni. Úristen, mennyi mindenen kell keresztül mennünk, hogy elérjük a pozíciót. Ja, és lehet látni ilyen nagyobb csatákat, amik zseniálisak szoktak lenni. Pirate Base. Na. Rebel Camp. Ó, rengeteg minden van itt. Rengeteg minden. Oké, okay, abba az irányba megyünk tovább. Oké, okay, szavaztok, srácok. Nem nagyon szeretnék balhét, az az igazság. És megpróbálom gyorsítani egy kicsit itt az időt. Oké. Okay. Lássuk, merre megyünk. Jó. És lehet, hogy maradunk itt is. Antofia meg ilyesmi helyeken. Soldier who can upgrade. Ó, oh, tényleg, tényleg, tényleg a party. Fejlesztjük mindegyiket. Szuper. Meg volt a fejlesztés. Salary, Revar Troops, még annyira nem kell. 91-es a morálunk, az nagyon jó, és mivel fejlesztettük őket, a sérülés is nem is sérültek. Nem is maradtak sérültek, ezt akartam így mondani konkrétan. 479 per 800, 2 ponton van. Megint szintet léptem volna? Valószínűleg intelligenciára fogom rárakni a pontot, amennyiben nem találok jobb fegyvert. Úgyhogy ide először is benézek. Terroristák. Armored Marauder. Na, azzal nem kell most még foglalkoznunk, meg a terroristákkal. Inkább ilyen looterekkel fogunk a játék első szakaszába foglalkozni. Az úgy szimpatikusabb számomra. Srácok? Nem hiszem, hogy nekünk most így balhéznunk kellene. 11, 12, jó, szerencsére. Szerencsére jók vagyunk, és a küldetés azt mondja, hogy mennyi időnk van. 21 óránk van, eszméletlen gyorsan átjutottunk ide. Megvan a 2470 zsoltink és az 1235 tapasztalati pontunk. You have completed the report now to claim reward. Report! Megvan! You leveled up level 2. Helyes. Bár, megnézzük a küldetéseket, hogy mik vannak itt. Important files. Hova? Zóriába. Gondolom vissza kellene mennünk megint. Nem, ez közelebb van. 818. Megnézzük, hogy hol van az a Zória. Most így hirtelen...
visszamegyünk az eredeti pozíciónkba, mert itt elég erősek az emberek, és hogyha felfejlődünk... Hova az Zória? Nem látom. Itt nagyon erősek az ellenfelek, az az én hatalmas nagy problémám. Zinkov, Zalaniv. Hát Zóriát én egyáltalán nem láttam. Úgyhogy menjünk szépen vissza ide. Bár, Mission Board és Imported Find, Zória. Na mindegy, nem kezdek el itt kutatni. Eliminate Desert Marauders. Igen, itt már egészen jó fegyvert kapunk. Hát, tűrhető fegyvert kapunk. Tapasztalati pontot keveset, viszont inkább Zsoltit kapunk sokat. 45-ös Combat Helmet, Capture Outlaws. Rengeteg küldetés van, amit lehet választani, Destroy Bandit Camp. Gondolom ez egy ostrom lenne, srácok, lányok, de hát négyen nem fogunk egy ostromnak neki menni. Úgyhogy nem beszélünk a bartenderrel, nincsenek rabjaink, de a marketplace meglátogatjuk mindenféleképpen. És nézzünk valami shotgun, rifle esetleg 4300-ért. Nem, ettől nekünk sokkal, de sokkal jobb van. Shiftet, ha lenyomom, akkor nem semmit. Pedig jó lenne egyébként, ha látnánk a fegyvert, hogy mi az, amivel rendelkezünk. Itt van még egy rifle. 10-es marksmanship kell, és 10050. Wow, 762-es ammunition hozzá. És nincs rajta semmi felszerelés. Vagy olyan mesterlövész puskát szeretnék, amin van felszerelés. Vagy pedig annyi pénzt össze rácsolni, hogy legyen legalább egy normális... kétszeres nagyító hozzá. Hát igen, van ilyen 34000-ért assault rifle, ami már van kiegészítés, de itt még egyelőre nincsen sehol. Nagyon-nagyon drágák a cuccok. Viszont minden egyes tárgyat, amit kaptunk, ezt eladhatjuk. Simán. Ezt a tárat is, ezeket is. 762-esből van még, 2765-tel lettünk gazdagabb. Bak, oké. Okay. Na, megvan a küldetés, és szerintem én innen lelépek. Mert itt eléggé problémás lesz. Wow. Armored Marauder. Hát azzal nem nagyon akarok. Hármas szintűek. 36-an vannak. Level 11. Én level 2-es vagyok, ők level 7-esek. Az igen. Hát igen, nem nagyon kellene kötözködnöm velük, úgyhogy azt fogjuk csinálni, srácok, lányok, hogy visszajövünk erre a területre, és itt próbáljuk majd meg a küldetéseket megcsinálni, itt próbálunk felfejlődni. A másik kezdő terület, hogyha jól tudom, valahol itt van, de nem vagyok benne biztos, mint hogyha ez így ismerős lenne számomra, a Mercenary Camp. Akár megnézhetjük, van most 8000 pénzünk, de inkább megpróbálunk itt elmenni a csapat mellett. Szépen csendben. Itt van például egy Ember Mind, amit elfoglalhatunk elméletileg, vagy vásárolhatunk akár. Van egy küldetés, ahol 4 darab emberre van szükségük. So can upgrade have under siege. Na. A level up. Level 3. Super, ugye? Level 2. Mindegyiket felfelé. Level 3. Ó, valaki már level 3-as lett. Akkor lehet, hogy az utazástól is kapunk. It's natural resource depot. Do you want to investigate? Hajajaj! Lehet, hogy nem jóra kattintottunk most így hirtelen. Egy óra maradt hátra. Ó! Oh. Pottery Goldor, Ravember... Jó, oké. Okay. Remélem, hogy megtérül. Ez az idő, amit belefektettem. Benézzünk még Antofiaba. Mission Board, Capture All, Destroy, Deliver Goods, Seven Tools to Gornica. You'll be paid on delivery. Na, talán. Itt is kapunk 600-at, hogyha szállítunk. Gornikát megnézzük, hogy hol van, srácok, lányok. Gornika ott van, és akár mehetünk oda is. Adod nekem a tárgyakat. Delivery goods. Accept.
Oké, inventory-t megnézzük. Oh, nagyon jó. Oké. A lényeg az, hogy nagyon gyorsak legyünk, és eléggé könnyűek, hogy ne nagyon kapjanak minket el. Na, álljunk meg! Luther! Srácok! Ők gyorsabbak, mint mi. 1178. Nem, mi gyorsabbak vagyunk, csak nagyon nagy a távolság. Ó, itt micsoda csata van. Armored Marauder, azokat nem nagyon akarjuk piszkálni. Viszont Gordikába gyorsan elszaladunk. Így légvonalba. Kik vagytok? Bandit Luther Raider. Na, velük megütközünk, srácok, lányok. Velük megütközünk. Velük megütközünk. 7-es, 9-esre van szükségem, 9-es marksmanshipra van szükségem, és egyet adok most a marksmanshipre, és kettőt adok az intelligenciára. Azért is, hölgyeim és uraim, hogy a medicalt, first aidet, a diplomáciát és a tradinget, valamint a fogolytartást, ami még jelen esetben nem igazán működik, tudjam használni, betárazok magamnak fegyvert a lőszerből. Level 2-esek vagyunk, lehet, hogy meg is lépjük, hogyha ügyesek vagyunk a következő szintet, és megütközünk ezekkel a banditákkal. Na, oké. Holy Trider, give us 200 zsolti, or you won't get... Ah, nem sikerült, jó. Ez majd a széria későbbi részeiben eléggé hatékony lesz. 3v8! Nagyon sok játékban ez... Mekkora király ez a térkép! Ez is egy újítás szerintem. Na, oké. Az ellenfél itt feljöhet, de egyébként itt lenne a logikus, hogy megközelítsen minket, viszont mi ezt a magaslatot megpróbáljuk elfoglalni. Tehát a csapatunkat ide rakjuk, és megmondjuk neki, hogy ezt a pozíciót itt foglaljuk el. Oké. Jó. Az ellenfél, akkor megnézzük, hogy merre is van. Elméletileg szembe van velünk arra. Srácok, csatára. Felfutok ide gyorsan, hogy megnézem, mi a helyzet. Viszont nem nagyon akarok kint maradni, mert akkor én leszek első számú célpontként itt az ellenféllel szembe. Ki is fulladtunk itt hirtelen. Ott vannak, ott vannak, ott vannak. Oké, megvannak. Jó. Oké, egy mínusz. Találat. Srácok, nem tudom, hogy mennyire okos ide feljönni. Most gyakorlatilag az ellenfél tökéletesen ránk lát, és... Most ki kellene szedni őket a lehető leggyorsabban, 7x8. Térdelve megközelítjük őket, lejövünk innen a dombról, és muszáj felénk fognak araszolni. Oké, most a... ebbe a kis völgybe vannak. Az annyira nem jó, hogy a fejemet dugom ki így elsőre. Valaki? Nem, senki. Remélem, hogy nem céloznak jól. Ott van. Találom. Jó. Ott van a másik, ott dugol. Amennyiben lesz távcsövem, sokkal kényelmesebb lesz. Ez is találat. Oké, ki is szedtük. Ez is találat. Meg is öltük. Négyen vannak. Honnan lőnek? Balról. Kicsit kellemetlenül érzem. Ó, oké, látom. Ott van a fa mögött. Többek között. Ejj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 
meggyógyulunk. Srácok, menjünk előrébb egy kicsit. Kiszedtük? Valószínűleg kiszedtük. Ó, oh, nagyon jó!
Fele az enyém, fele a tiétek. Nagyszerű. Az igen! Wow, rengeteg cuccot el tudunk adni, és van kettő first aid kit, ezért sem vásároltam, srácok, lányok. És 30-17 árérték arányba kaptuk a dolgokat? Jó, inventorit is növelnünk kell. Szerencsére közel vagyunk a célunkhoz, úgyhogy ki is pakolhatjuk majd hamarosan. Ugye? Gornika, itt is vagyunk. Wow, 7,65. Nagyon figyelni kell arra, hogy az inventoring ne legyen tele, vagy pedig ugye a sebességre rámenni, illetve később, mert nincsen helyem. Lássuk, hogy itt SSG 11-es. Eszméletlen. Mechanical parts, nem tudom eladni, mert nincs nála hely, viszont itt általában szokott hely lenni. Úgyhogy meg is szabadulunk néhány dologtól. Az erővágótól is, egy konzervtől is, kettő kantintól. A sört is el tudjuk adni, illetve a gázolajat. Ezt a gatyát, a pisztolyokat, főleg linen. Ezt is eladjuk neki. A gatyát azt még nem. Veal. Oké. Okay. Report. Így van, quest completed. Plusz egy kis tapasztalati pont, plusz egy kis pénz. És időközben meg is léptük a level 3-at, srácok, lányok, ami fantasztikus, mert így legalább adhatok plusz egy pontot a marksmanshipre, és mostantól kezdve csak meg kell találnom a fegyvert, illetve elég zsoltit kell összeszednem ahhoz, hogy tudjam használni. Felviszem 50-esre az armort, hogy mindenféleképpen hely tudjak állni, illetve a rifle képességemre pedig rányomom a maradékot. Ugyanis én tervezem azt, hogy csak és kizárólag rifle-t fogok alkalmazni, ezt lehet, hogy változtatni fogom, és majd talán submachine gun-t, vagy akár assault rifle-t is használok, vagy bármit, ami így szóba jön. Nagyon sok minden, nagyon sok tartalom van a játékban, amit célszerű előtérbe, célszerű megismerni. Ó, szuper! Jó, levettük a 10-es kamuflát, 12-es lett, Night, és ezzel is fejlődtünk egy keveset. A gatyánk az milyen? 8-as per 7-es. A többit pedig eladhatjuk, hölgyeim és uraim, vagy hogyha mikromanagementre szeretnénk rámenni, a katonáinkra, az embereinkre is rápakolhatjuk. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az első része az agyagalom lövészetnek. Nagyon örülök, hogy ennyi fejlesztés van a játékba, és kellett már nekem egy kis változatosság, egy kis Mountain Blade hiánypótlás, de nem akartam visszamenni a Warbandhez, inkább azt mondom, hogy próbálok előre tekinteni, illetve egy kis lövöldözés sem lesz rossz, csak természetesen fel kell erősödnünk annyira, hogy normális fegyver legyen a kezünkbe, és a távcsővel ti is lássatok sokkal több mindent, ne pedig csak azt, hogy valami légy szar a célzok. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok! We'll be right back.